népek laknak ott. Hát milyen rendes magyar polgárok. Azért, hogy más nyelven beszélnek, attól még a rendes honpolgárok. Milyen nyelven beszélnek ott? Hát, hogy tudják? Ukrán. Hát szebb, mint Tolcsban. Igen? Hát jobban fejledik, mint Tolcsban. Hát ma van kávé, a tévé, minden, itt nincs semmi. És ez minek köszönhető ez a fejlődés ott a faluban? Kampesz, nem tudom. Elkarolják a szlovákokat, vagy mi orosz csinálni, tudom én. Ki karolja föl őket? Hát a, az ország, vagy a, nem tudom, hogy kik. Hát ilyen nemzetiségi. Ezek vannak, hát itt is, az is onnan van kiírva, valami. De akkor tetszett tudni, hogy milyen nemzetiségű emberek laknak ott, ugye? Hát persze, rendőrség. De milyen nemzetiségűek ott laknak? Magyarok? Hát magyarul is beszélnek, meg szlovákul. Szlovákul beszélnek? Szlovákul inkább. Ruszin. Ruszinok? Ruszinok. És ez másabbak ők, mint a magyarok például? Nem. Hát lehet, hogy egy kicsit húznak valahogy valami feledőnök. Egy nagyon zárt közösség, cigányokat nem tűr. Miért nem? Ők rutének, és ilyen az álláspontjuk. Idegeneket nem nagyon szeretnek. Értem, és milyenek ők úgy általában? Tehát? Nagyon vendégszeretőek, vallásosak. Mindig nagyon nyüzsige is, mert lényegében egy üdülők körzetté van nyilvánítva, és hát sokan járnak oda. Értem, és ismer komloskaiakat? Hát, tessenek megkeresni a görögkatolikus lelkész, Iski Istvánt. Ő többet tud mondani. Megyünk most éppen Komloskára, úgyhogy fogunk fel találkozni. Biztos, biztos. Jó, köszönöm szépen. Kérem. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Amikor ide kerültem, 1989-ben a falu szlovák volt. És el is mondták, hogy 48-tól szlovák, azt megelőzően pedig még ma is élnek idős emberek, akik azt mondják, hogy az értesítőnkben az volt beírva, görögkatolikus intézmény volt, általános elemi iskola, hogy anyanyelve rutén, anyanyelve ruszin. Tehát akkor hogyan lett szlovák? Tehát itt egy nagy kérdés, én azt hiszem, hogy erre inkább más valakinek kéne megválaszolni, hogy hogyan lett szlovák. Mikor én kerültem a tanácsba, volt ennek a településnek 800-900 lakosa, mert már akkor megtörtént a kitelepülés, mert ennek a községnek 1200-1300 lakosa volt. 45-be, 42-be, 43 azokban az időkben. És volt a 48-as kitelepítés, 47-48, akkor egy harmad része kitelepült. Ketten voltunk édesapám.
jöttek nálunk is a szlovákok agitálni, adnak nekünk olyan lakást, meg olyan, nem megyek én Magyarországról, olyan nincsen. Hát sokat, egy harmad része kiment. Azzal, hogy adtak nekik lakásokat, tehát onnan a magyarokat ugye ki, és ezeket meg oda. Ide kellett, hogy hozzanak magyarokat, de hát mivel ez elég rossz hely volt itten, így nem adták, hanem adtak valahol, nem tudom hol, egy másút nekik jobb helyt. Nekünk a magyarok nem agitáltak, senki. Mi minden egyenkinek mondtuk, hogy ne menjetek, ne menjetek. No, de azok eljöttek ide, és fogták és csalták őket, gyertek. Kivitték oda Szlovákiába, azt mutatták, hogy ez lesz a te lakásod, ez lesz a te lakásod, fődet kapul, ezt meg a maszt. Szerzel azt úgy, mindent el. Felpakoltak kocsikra, itt rengeteg ilyen honvédségi kocsi, olyan teherkocsik voltak, és azok vitték őket innen. És ezeket a lakásokat mond az itteni népnek kiosztották, fődet is. Önkénteseket kerestek, és az önkéntesség alapján ment ez a kitelepítés. Önkéntesen kitelepítették őket, inkább így fogalmazok, jó? De mai napig, tehát akik még élnek, tartják a kapcsolatot, összejárnak búcsukra, eljönnek Szlovákiából ide, innen elmennek Szlovákiára, és nagyon sok családnak vannak kint rokonai hozzátartozói. Még mindig nincs eldöntve, hogy elvégre szlovák vagy rutin. Én azt mondom, hogy mert én inkább jobban megértem a ruszint, mint a szlovákot. Statisztikát, hogy mit tudom, mit készítettek, és olyan kevés volt a szlovák, hogy ott behívtak bennünket Miskolcra, és ott azt mondták, muszáj visszacsinálni, mert amennyi szlovákot mi kiiktatjuk innen, akkor ők ottan Szlovákiába annyi magyart iktatnak, hogy az nem magyar. És muszáj volt nekünk a létszámot még fölvenni itten, hogy ez is szlovák, meg ez is szlovák. Én már ismertem, most is ismerem azt, hogy ki magyar. Hát akármit fogunk vele csinálni, az úgysem lesz más. Nem is akartak, nem is értesítettük azokat, akiket szlovákká tettük. Csak mi ottan a névsorra, tehát a lista, vagy mit tudom én, hát ez statisztika, hogy ennyi szlovák van Magyarországon. Komlóska az egyetlen egy olyan település, ruszin település, ahol azt mondhatom, hogy csak nem 100%-ig az aprótól, tehát a kicsitől az öregig, a középkorunk emberen keresztül beszélik a nyelvet.
és ez szól Komlóska mellett. Én magyarnak vallom magam, mert magyar szakos pedagógus vagyok, nem csak ezért, hanem ruszinul keveset tudok, de mivel, hogy anyukám 8 évesen tanult meg magyarul, apukám meg még idősebben, mert ő 8 és fél éve idősebb, mint az én édesanyám, ezért én két nemzetiségűnek vallom magam, ha lehet ezt mondani, ez ilyen idézőjelben. Szeretem a ruszinságot, azért szeretem, mert sok helyre voltunk már így fellépni, és ezek mindig olyan jó bulik, tehát tényleg kisebbség vagyunk, és tisztelik ezt. Egyre ismertebb lesz Magyarországon a Komlóska nemzeti falu. Zemplén Gyöngy személynek hívják ezt a falut. Gyönyörű. Te kántor vagy tudsz, ami ruszinda? Kerély az nagy vízda, z neba víz vítéla, terépanyinka Mária, szína porodéla, Jakó porodéla, krásni muž pěvala, jujaj belaj sám si Boží, boja býval spala. Děkuju. Köszönöm szépen, miről szólt? Ezt ne tegyétek bele. Téged kérlek, amigo, ezt ne tegyétek jó, bele. Jó, azt mondom, milyen nyelven volt? Ez ruszin nyelven volt, tehát a ruszin nyelv az egy szláv, tudjátok, hogy szláv. Nyelv, nem tudom, tehát nagyon sajnálom, az öcsém biztos többet tud erről mondani, nem tudom, miről szól, de a néniket esetleg, ha megkérdeznék, ott ők fogják tudni, miről szól ez. Énekeltem, mert azt mondták, hogy két verszakot elénekeltem a Kerély az nagy zsírra, de nem tudom, mit jelent, nem tudom megválaszolni, hogy mit jelent. Mit jelentenek? Nem tudom megválaszolni, mit jelent, amit énekeltem. Miről szól a miről dal? Szól? Miről szól? Igen. Tetszett, hogy hallani a nótát, a dalt? Persze, hallottam. Hát az azt jelenti, hogy... No, kedély, nézzük meg, hogy vízda. Hogy született meg. Tessék jönni ide. Feljött a csillag, tehát akkor a Szűz Mária megszülte a Jézuskát. Aztán, hogy megszülte, szépen énekelt neki, Jakó porodéla, krasznyi mus pivala, jujaj belaj, számte bozsi. És az mit jelent, hogy jujaj belaj, számte bozsi? No, hát ilyen ének, no, hogy aludjon, hogy jujaj igen. Belaj. Tehát amikor feljött a csillag, akkor énekelt neki, hogy aludj, aludj, kis dedecske, tehát így lehetne lefordítani esetleg. Igen. Jujaj belaj, számte bozsi. Bolya bébasz bala, hogy aludjon a kis Jézuska, mert ő nagyon álmos, hogy aludni akar. Igen, igen. Nem tanultunk a szlovákot, meg vagy a ruszint, vagy valami stiltva volt. Akkor én jártam iskolába, akkor volt egy olyan korodarab fa, lefaragva rajta egy lyuk, egy madzag, és aki beszélt az anyanyelvén, annak rá lőtték a nyakára, és azt furcolt addig, amíg csak hallgatta, hogy mikor beszél a másik. Tehát akkor a magyar nyelv volt a döntő. De hát, hogy nézett ki? Komlóskának a fele még azt lehet mondani, magyarul se tudott beszélni. Voltak ilyen, pláne ilyen idősebbet kérdezni. Igen, vallás a görögkatolikus. Beszél magyarul, igen. Milyen nyelven beszél még rutén? Nekem az én iskolai bizonyítványomban azon beírva, hogy anya neve nem ruszin, rutén. Mi ezt a nyelvet beszéljünk, amit most itten inkább a... De hát azt se nem ruszin, se nem rutén, hát a rutén, hát inkább az volt valamikor ruszin vagy rutén. Hát ez mindenki gyött felülről rendelkezik. Amit felülről diktáltak, azt kellett itt végrehajtani. Nem az az, hogy a nép döntötte. És amikor mentek önhöz a hivatalba, akkor milyen nyelven intézték az ügyeiket? Hát nekem kellett tudni, mert ugye bejöttek olyanok, aki nem tudott magyarul, csak az anyanyelvét, még az volt a szerencse.
hogy meg tudtam boldogulni vele. Magyaruska volt, Baska. Akkor Baskó volt, no de hát Baskó már egyáltalán nem beszélnek a mi nyelvünkben. Magyaruska. És Magyaruskán 80-an vagy hogy laknak, már azok se beszélnek Magyaruskán, akkor volt, na, Sárespatakon feje, Petrahol, nem ma. Végardon. Na de ott se beszélnek már a mi nyelvünkön egyáltalán. Mert ugyanúgy beszéltek, mint mi, de már ott se beszélnek egyáltalán. Még az öregek se. A mi nyelvünkön. Hát itt is, hát ki beszél? A fiatalok már mind magyarul beszélnek. Mert ezt a nyelvet nem folytatják. Egyáltalán. Ne sajsa helyet. Na, sosafajt. Hát ő szeretem, amikor megiszik egy kicsit, akkor már ő szeretének el. Elmondjam ezt a mondjad. Hát az ezen hutásról van, nem is a mi nyelvünk. Itt a három hután. Oda járt udvarolni az lányoktól tanult. Azt mondja, hogy akarom összeszli, vagy ibecska. Skapala mi visi vana hustečka, hore haj dolino, milo sotila lidju, a ja rozmariju. Možete ne mu? A ja kiti njete tjevi parobek, len šokujaš po prježenji jak bobek. Hore, haj, dolino, mila, sadzile liju, a ja rozmagi. Ne sadesi kvitki, torhal ne bucer, moje mili rozkazval ne bucer. Hore, haj, dolino, mila, sadzile liju, a ja rozmagi. Azt tekintélyem, hogy a Komoroska a szép község, benne lakik gyönyörűség, benne van a szép cimbalom, és itt lakik a lakadalom. Szláv nemzetiségű embertől, tehát a szláv népektől, tehát nézzük Komloskát mondjuk egy szláv népnek. Mindent el lehet tőle venni, akár a házából ki lehet zavarni, hisz akkor beszélgethetnénk 48-ról, amikor X család áttelepült Szlovákiába. De hagyd ne beszéljünk róla, és egyetlen egy dolog az, ami megtartotta az itt élő embert, a hite. Hát mi mást, ha mindent elvesznek, akkor hát egyetlen egy dolgot nem lehet elvenni, a hitét. Mert ha a hitét is elveszi, akkor már eleve meghalt. Élő halott. De mondjuk a templomban magyarul énekeljünk. Hát nem is tudjuk imádkozni, hát tudjuk csak magyarul. Magyarul énekeljünk. Hát a régek. De miért a pancsó nem tart ruszinul? Nem. Liturgiát? Nem. Még csak magyarul. Csak magyarul. Egyet megmondja, mikor Krisztus feltámad, azt megmondja kétszer magyarul, Krisztus és egyszer szóval, hogy megmondja a szlovákul. Ennyi tud, de így Krisztus Boszkeres azt mondja. Ahogy én itt tapasztalom, megmondom, egy egyszerű ruhadarab, egy miseruha, amit tudom, egy 100-120 éves miseruhadarabnak a felújítása, restaurálása kapcsán döbbentem rá, amikor az elkészült, tehát itt tudom én, mondjuk 10-20 évig ki volt vonva a forgalomból és félreeső, tehát az, a templomnak az abban a sarkában, ahol ezeket a használaton kívüli tárgyakat tároljuk, onnan előszedtük, és még láttunk benne, pontosabban jött egy hölgy, aki látott benne fantáziát, és azt mondja, ezt rendbe lehet hozni. És akkor, amikor ez elkészült, és fölszenteltük, és
magamra vettem, mint papi öltönyt, akkor könnyeznek az idős asszonyok, és azt mondják, hogy ifjúkori szép emlékem, tehát fiatalságom szép emléke, hogy akkor láttam ezt a szép ruhát, aranyrokát, zöld aranyrokát, ruha. És ekkor ennek kapcsán jöttem rá a dologra, hogy ennek a falunak van múltja. Tegyünk róla, hogy legyen jelenleg, és a mindenkori jelen, mindennapok megélése által lesz jövőnk. És semmi más nincsen, csak a puszta erőnk az, és az akaratunk. Komoska a szép község, benne lakik gyönyörség, mert igen, a szegény népség evel küzdköd. Tehát ez egy nagyon egyszerű tolvonással történt. Fiatalok, akik ma sem idősek, tehát igazából az aktív korosztály jöttek össze, és hát ez már 1990-ben napi téma volt, és 91-ben realizálódott. Tehát először csak a maguk között beszélgettek az emberek, utána már leültek Komlóskán divatos május 1-e, meg egyáltalán szombatonként, vasárnaponként, ugye egész héten keményen, nagyon kemény fizikai munkával keresik kenyerüket, és leültek, és egyszer elhatároztak egy időpontot, hogy tudom én, május 3-a délután találkozunk egy bizonyos helyütt, és oda elment 10, 20, 30-on, 40, 50, nem tudom pontosan ezt, mert minden mozzanatban benne voltam, de akkor azon az estén nekem épp lakodalomban, tehát családi okok miatt szülőfalomba kellett menjek, csak másnap vettem tudomást róla, hogy igenis létrejött, hogy megvolt meg az az elegendő létszám, nem tudom mennyi volt akkor a szükséges. Lényeg az, hogy létrejött, és utána pedig ezt lepapírozta a Hatinger Gabi úr, Gábor úr, és az orosz Popovics, tehát a Popovics Laci úr, és létrejött, és kikiáltották 91. május 4-i dátummal, hogy létrejött a Magyarországi Ruszinok szervezete, a Maruse. Hát a Maruse 1991. május 15-én alakult Komlóskán, a polgármesteri hivatalba alapító tagok voltunk, Hatinger Gábor, Popovics László, Kiski István. Hatinger Gábor volt az elnök, én voltam a helyettese, az alelnök és az Iski István a másik alelnök. Hát annyit tudtunk elérni, hogy köszönő dolog, mindenki tudja, hogy komloskai, a ruszi nyelvet beszélték, csak ránk volt erőltetve sajnos a szlovák nyelv, és valahol kiütött, mert az iskolába is mást tanultunk, meg a házi, otthoni
életbe, egész másképp szóltunk a szüleinkhez, meg a szüleink hozzánk, úgyhogy más nyelvet beszéltünk, és valami nem stímelt, el voltunk szlovákosítva, ránk erőltették ezt a nyelvet sajnos, de 91-ben, amikor megalakult a Magyarországi Viszonyok Szervezete, egy kicsit nehezen vették föl az emberek, nehezen emésztették föl, valójában nem tudták, hogy mi az a ruszinság, a rutin ismerték, rutin szót. A rutin szó az tulajdonképpen ugyanaz, mint a ruszin, csak az latinul van, latin kifejezése. És az idősebbek mindig panaszkodtak is, hogy amikor iskolába jártak, és megszólaltak magyarul, vagy ruszin nyelven megszólaltak, akkor koloncot tektek a nyakukba, szégyenből, hogy ne beszéljenek ruszinul, vagy rutinul. Rá kellett vezetni az embereket arra, hogy nem csak a TS létezik, hanem meg kell találni azokat a megélhetési lehetőségeket, amit még eddig nem voltak. És ez volt az egyik ilyen kitörési lehetőség a turizmus, és itt, ahogy a vendégházunk előtt állunk, és eszembe jut a téma. Tehát ez nem volt, ez szokatlan dolog volt az emberek részéről, és ezért az önkormányzat részéről mutattuk meg, hogy is kell ezt csinálni. Utána a családi vállalkozásban megnyitottuk a művendégházunkat, és utána jött még a falubeli, jöttek a falubeliek, akik szintén nyitottak ilyen házat. És ez a tiéd lesz, ugye? Ez nem az enyém, ez az családi vállalkozás. Családi vállalkozás, az a családunknak a vállalkozása. De mint mindenben utat kell mutatni, tehát az embereknek. Tehát meg kell mutatni, hogy hogy lehet ezen az úton haladni, és utána majd jönnek ők. Tehát utána ők is fognak jönni. És ennek is az lesz az értéke, hogy helyi munkaerőt fogunk teremteni, a helyi embereknek adunk munkát, és tartós munkát. De akkor úgy érzed, hogy a te tevékenységed a faluban példamutató? Hát különben nem lennék itt, hogyha nem erre törekednénk. Ha egy erős választottak meg most a harmadik zizet? Hát ez volt a harmadik választás, ami sikeresen megválasztottak. Úgy érzem, hogy amiért annak idején elindultam, azon az úton sikeresen haladunk, egy céltudatos irányt vettünk, mert meghatároztuk, hogy mik azok a feladatok, amit el kell látni, és folyamatosan haladunk előre. Én már elgondolkoztam azon, hogy igen, nekem a magyar álom ad kenyeret, vagy talán nyugdít is, így dolgoztam el nyugdíjamat. Miért lennék én ruszin? Mit kapok én onnan? Semmit. Mit? Hogy másnak legyen uszodája? Azért? Nem. Nem leszek. Ez az ennyi az egész, de nem mint talán mindenki, az igaz, a faluban. És akkor az egész faluk nevették, hogy ruszik, nem? Volt egy fiú itt, hát ennek a pap aláírati. Hát az apja a nevét, az övét, az anya nevét aláírta. Hát az már hamisítás, nem? De. Az hamisítás. És meg. Na, én se írtam ala. Na? Te se írtad ala. Na, én se írtam ala. Mégis a nevem ott szerepel. Mi nem tetted aláírni? Azért, mert én nem akartam ruszin. Hát, hogy mondjam. Nem is voltam ott. Mostan ment azért, hát megbeszélték már pappal, hogy mi legyen. És megígérte a ruszin szövetség, hogy 1 millió forint, nem most, az egy 10 évvel, 8 évvel. Hogy 1 millió forintot adnak, kérem szépen, a templom javítására. És azért írjunk alá, hogy a templom javítására 1 millió forint kapjunk. Hát ott tévedett a nép, mindenki. Én gondolták, hogy csak 1 millió forint akar kell aláírni, nem a vizének. Előtte volt egy ilyen aláírás sorozat, amiben én is részt vettem, hogy nyilatkozni kellett személyigazolvány számmal és aláírással, hogy igenis ruszinnak vallom magam. És csak nem mindenki aláírta ezt. Tehát szó szerint leházaltuk a híveket, én magam is, és ezt nem is tagadom, hogy ebben részt vállaltam, és tehát már ez írásos és írásos formában ez megszületett, és utána jött létre az, amit az imént elmeséltem. Valahogy féltek tőle, mert elhangzottak olyan szavak, egyes emberek elhangoztattak olyan szavakat, olyan mondatokat, hogy majd ha belépnek a ruszin kisebbségi önkormányzatba, meg a szervezetbe, akkor ki fogják őket Kárpátalján eltelepíteni, és ezért sokan féltek, de most rájöttek, hogy valójában nem is így van, és sokan nagy szeretettel
és fogadják a muszlim kisebbség önkormányzatot. Most jött a rendszerváltás után, hogy kaptak ezek a fiatalok az egyik Pesten, vagy mit tudom én, hol ott volt, aztán, hogy mit tudom én, vezető legyen. Én nem is szavaztam rájuk, mint ruszin. Elépítettek ottan egy nagy izét, én nem voltam oda, még egyszer sem. Ez a ruszinság csak most keletkezett itt valahogy, nem régen jött be. Hát, erről nem is hallottunk sosem itt a faluban. Csak akkor, mikor a Hatinger Miklósnének a fia eljegyezte, hogy mit tudom, hogy ő megtitolálta magának, hogy ő lesz az elnök. Hogy most talán le fogják léptetni, mert lesz a most. Minek az elnöke? Minek az elnöke ő? Ruszinság. Ruszinnak az elnöke. A Ruszin szövetség. Ruszin szövetség elnöke. És akkor ő találta ki, hogy maguk Ruszinok? Az előttökön sose tudtunk, hogy honnan kereste ő fel azt a melyik könyvből, vagy honnan, mint Rutén, a mi anyanyelvünk Rutén. Van ide, hogy nemzetiséget azt mondja, én hogy védik a magyarok a nemzetiséget, minden nemzetiséget. Az előttökön, mikor jártunk iskolába, hallottál te erről? Jó, hát akkor... De nem, mert a Ruszin meg a Rutén az ugyanaz, nem? Akkor tiltották. Az ugyanaz, de most az a kérdés, hogy szlovákok-e vagy Rutének? Még azt se tudjuk, akik vagyunk. Mert akkor még nem is tudták, hogy ők milyennek vallják magukat. Tehát az még a munka kezdetén volt. De ezt hogy lehet, hogy nem tudták? Hát úgy, hogy mert itt az iskolában azt tanulták, hogy ők szlovákok, horvátiban azt hallották, hogy tolcson, hogy ők tótok, csak éppen azt nem hallották, hogy ők ruszinak. Tehát ezért ez egy ilyen zavart keltett önmagukban. Hát először is megpróbáltunk az emberekkel beszélni, több alkalommal szerveztünk különböző ruszinesteket, külföldi ruszin falvakból, városokból hoztunk szereplőket, színészeket, kulturális esteket rendeztünk, különböző programokat, kultúránkat ápoljuk, a hagyományainkat megőrizzük. A kultúránk megmaradjon, és ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy életben tartjuk azokat a népszokásokat, hagyományokat, amik már sehol nem élnek, de nálunk még megvannak, él a nyelv. Azon kívül van egy alapítványunk, amivel az a célunk, hogy ezeket az öntudatra nevelést ösztönözzük. Ezt meg lehet apró dolgok, de mégis sokat jelentenek. Például mondok egy olyan példát, hogy van az alapítványunk, és az alapítványunkkal elhatároztuk, hogy olyan tárgyakat készítettünk, ami Komlóskát jelképezi. Címert ábrázoló kisebb-nagyobb tárgyakat, és ezáltal az emberekbe belevittük a tudatot azzal, hogy ő ehhez a közösséghez tartozik, ha minden nap ránéz erre a bizonyos tárgyra, és ezt nem csak a falubeliek, hanem a Komlóskáról elszármazottak is elviszik magukkal. Na mi legyen, a nagy önkormányzat kimondja magát ruszinnak, vagy nem mondja ki magát ruszinnak? És na itt viszont az én véleményem meghatározó volt, azt mondtam, elmondtam ezt a, elsorjáztam ezt, hogy is történt valójában, és azt mondtam, hogy kimondhatja a nagy önkormányzat magát ruszinnak, de ez bizonyos érdekeket sérteni fog. Tehát én azt mondom, hogy legyünk annyira gerincesek, és legyünk annyira bátrak, hogy hagyjuk, hogy a kisebbségben tevékenykedő emberek kezdeményezzék, hogy igenis, hogy létrejön a kisebbségi önkormányzat, és létre is jött a kisebbségi önkormányzat. Tehát nem, tehát a nagy önkormányzat nagyon úriember módjára viselkedett velük szemben, sőt a nagy önkormányzat biztosított számukra területet, hisz az a terület, ahol ma az úgynevezett Ruszin Park van, meg az az épület fölépült, tehát az mind a mai napig a nagy önkormányzat tulajdonát képezi. A kisebbségért tevékenykedő és dolgozó emberek, azok nincsenek, nem voltak benne a nagy önkormányzatban. Tehát ezért sértette volna őket, hogy ők 1991-től 98-ig országosan és Komlóskán tevékenykedtek a ruszinságért, és hogyha a nagy önkormányzat kimondja mondjuk a
Ruszin elnöknek kimondja magát a polgármester, ez nem biztos, hogy mondjuk Popovics Lacinak jól esett volna. Megtehette volna, mert a jog megengedi, de tehát mi hagytuk, hogy ime egy újabb szervezet tevékenykedhet a faluért. Tehát az első mindig a falu, Komlóska a település. És ime már ez, akkor számoljuk össze, hogy működik a nagy önkormányzat, működik az iskola, működik az óvoda, működik az erdőszövetkezet, működik a kisebbségi önkormányzat, működik az egyház, működik, jaj, bocsánat, még közben az alapítvány, mert az is, hála Istennek, bizonyára erről is tetszenek tudni. Tehát tehát a Komlóskáért alapítvány, ez mind, ez azt bizonyítja, hogy egyre inkább erősebbek vagyunk, tehát gazdaságilag is megerősödünk. És ezek mind egyért tevékenykednek, egy valamiért dolgoznak, és ez nem más, mint Komlóska, Komlóska települése. Tehát ennyire egyszerű a dolog, tehát nem bonyolult ez. És ezeknek a többségében, ahol nem bizniszt művelnek ebből a kisebbségi témából, itt komlóskaiak, vagy Komlóskáról elszármazottak hozták létre ezeket az önkormányzatokat. Milyen bizniszt lehet csinálni egy kisebbség egy önkormányzat alapításával? Hát azt, hogy van egy forrás, amiből azt mondják, hogy ők kisebbségnek vallják magukat, semmilyen építő tevékenységet nem folytatnak, de viszont azt a pénzt felérik, kifizetik magunknak tiszteletdíjra, meg egyéb dolgokra. Ami nagyon-nagyon befolyásolta az emberek öntudatát és önazonosságát, az, hogy olyan kutatásokat végeztünk. Tehát elkészítettük Komlóskának a történelmi elemzését. Dr. Tamás Edit elkészítette a 600 éves múltunknak a feltárását, ezt könyvbe fordított, könyvbe megjelentettük, és nem hiányozhat egyetlen komlóskai családnak sem a könyves polcáról. És tudják azt, hogy honnan jöttek, honnan származnak, és a könyvben benne vannak az őseik nevei. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. Az ide települt embereknek is ezt javallom és ezt tanácsolom, hogy ha nem tud Komlóskáért valamilyen formában buzgolkodni, akkor ne is jöjjön ide. Tehát mi nem hívjuk. Tehát itt egyetlen egy van, Komlóska. Vagy tetszik nekem, vagy nem tetszik. Ha nem tetszik, nem is kell be se jönni a településre. Tehát gyakorlatilag ennyire egyszerű a dolog. Hogy megélni miből fogok, ez egy jó kérdés. Én tanári pályára szántam a fejemet, most vagyok harmadévesen Nyíregyházi Tanárközi Főiskolán, hittem magyar szakon. Valószínűleg, nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, valószínűleg nem tudok itt tanítani, mert itt csak alsó tagozat van. Tehát felső tagozat nincs, én pedig nem tanító, hanem tanár leszek. Tehát szomszédközség vagy sárospartak, tehát ahol... De lehet, hogy még lesz addigra egy felső tagozat is, nem mire oda kerülsz. Ha ez lenne, én lennék a legboldogabb ember a Földön. És akkor itt laknék és tanítanék itt. Tehát kevesen vagyunk, és mindenki, mert hogy nincs munkalehetőség, tehát mezőgazdaság, erdészet, ez a két dolog van itt, és hogy nincs munkalehetőség, ezért elmennek az emberek, és már nem is itt születnek azok a diákok, akik megszülethetnének itt, és itt lenne felső tagozat is, normális iskola, meg többen laknak, meg ilyesmi, mint régen. Tehát ez van, barátom. Bízunk benne, hogy elérjük azt, hogy ne csak az legyen, hogy igen, itt a falusiak ilyenek, hogy na most munkások is kész, hanem hogy ők is tudnak azért valamit, ha akarnak. És tényleg egy, meg lehet úgy csinálni, tehát tudod, hogy ismered a falut, Komlóskát, tehát olyan dolog van, hogy ezt most veszítél, ne? Persze, mondja nyugodtan. De azért lesznek kiváló dolgok, nem? Persze, hát nem szép. Tehát, oké. Okay. Tehát a faluban a közösségi érzés az egy nagyon nagy fokú közösségi érzés. Tehát itt 386 alakunk a faluban, az egész falu görög-katolikus és kis község, tehát egy völgyben van benne, gyönyörű, szerintem szeretek itt lakni egyébként, és mindenki ismer mindenki, tehát ha buli van, akkor igazán buli van, és mindenki szeretettel fordul a másikhoz, nincsenek viszályok, úgymond. Ez nagyon jó dolog. Így tisztán igaz. Tehát ez Komlóska, tehát sok apró mozaikként sok mindent mondtam Komlóskával kapcsolatban, ez a reális valóság. Meg Matisz Jóska is Komlóska. Ez is egyfajta valóság. Ő is egyfajta valóság. Itt az őszinteséget, hogy igen, Komlóska szép község, benne lakok, gyönyörűség,
minden házban cimbalom, azt hajtani unalom.